szegő, hold a szív szavát. Véled vámonító, versenyt szállni a széllel, szőnyegünkön ma éjjel, utunk meséken visz át. Egy új élmény, suhambán felleg réteken, csillagot szórít fenn, kedves nézőnk, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. Azt gondolom, hogy akik kijárnak újpesti rendezvényekre, mostanában elég sűrűn találkozhatnak két isteni hangú színésszel, akik csodálatos Disney slágerekkel szokták szórakoztatni a nagy érdemük. Ők nem más, mint Füredi Nikolett és Pál Tamás. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mondhatjuk, hogy ez egy új formáció? Gyakorlatilag igen. Igen. Néhány hónappal ezelőtt boronálottunk össze így élőben, mert egyébként a hangunk... Adjunk egy kicsit a bulvárnak. Igen. Hogy összehozott minket tényleg egy rendezvény. Ugye sokat hallottuk egymást, és ugye sok, vagy több olyan film volt, amiben ugye a Tomi énekelt, és aztán én is valamilyen karaktert játszottam. Úgyhogy nem voltunk egymásnak ismeretlenek, és egyébként az első találkozásunk az egy sok évre visszanyúló történet. Egy koncert show keretein belül találkoztunk először, de aztán sok év kihagyás után most megint összesodott bennünket a szél, és ez olyan szerencsés csillagzat állt most össze, hogy ez, amit mi most csinálunk, ez a kis mese, Disney műsor, ez nagyon kelendő, hiszen a gyerekek körében azért ez mindig nagyon-nagyon népszerű. Egyébként is kinek volt ez az ötlete, hogy ugye rajzfilmeknek, mesefilmeknek, ugye ezeknek a nagyon híres betét dalait énekeljétek el? Nekem korábban már eszembe jutott ez a fajta ötlet, és aztán egy kicsit másfajta koncepció volt még a legelején, és aztán utána mindenképpen az motivált, hogy ugye amitől talán egy picit más, hogy azért mi olyan dalokat is énekünk, amiket eredetiben a mesében is énekeltünk. Nyilván bekerültek a műsorba olyan dalok is, hiszen kötelező jellege. Tehát mozifilmekben, ezekben a mozifilmekben ti vagytok ezeknek a szereplőknek az énekhangjai, vagy akár maga a prózai hangja is. Így van. Tehát volt egy ilyen gondolat mögötte, hogy nyilván az adja elő a dalokat. De hát ugye Niki azért az ez a legyen volt már, aztán az gyakorlatilag a megjelenése igen, óta. Igen, ez kihagyhatatlan, tehát nem csak Disney műsorban, bárhova megyek ott, ez egy alapkövetelmény. Majd 80 évesen is, tudod, hogy de... Nem sokára megyek például Siófokra, a plázsra, gyönyörű napsütés lesz, meg strandidő, és ott is a legyen volt, muszáj elénekelnem bármilyen furcsa is.
És egyébként hogy válogatjátok össze a dalokat? Tehát, hogy tudom, hogy nem csak olyanokat énekeltek, hogy mindig ugyanaz a műsor, vagy valamikor egy picit változtattok rajta? Nem, azért változtattunk rajta. Van egy alapváz, amit azért általában tartunk, és ez többnyire a közös dalok, tehát a duett részek. Én nekem például volt már olyan, amikor énekeltem egy dalt, és valamiért azt éreztem, hogy mondjuk, nem tudom, kevésbé vevő rá a közönség, és akkor kicseréltem a következő alkalommal, hogy akkor most próbáljuk meg ezt a másik dalt. De hogy azért nagyjából a Disney mese dalok mentén halad ez a koncepció. És hogy adunk magunknak, bocsáss meg, egy kis szabadságot ebben tényleg, aha, hogy attól függően, hogy éppen milyen hangulatunk van, a váz az megvan. Vagy milyen típusú mondjuk a közönség, vagy a rendezvény maga. Vagy attól is függ, maga, igen, hogy például milyen időtartamot kell kitöltenünk. Mert ugye nyilván nem mindegy, hogy egy fél óra vagy egy órás műsor magi fér vele. És egyébként mit szólnak a nézők, amikor, ugye vagy főleg a gyerekek, vagy akár a családok, amikor szembesülnek azzal, hogy amit otthon nézeget a tévébe, vagy akár a moziba, vagy hallgatja mondjuk azt a Disney sláger, te magad vagy a magyar előadója. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy végre párosul egy arc, egy ember egy hanghoz, nem? És a te esetben több hanghoz, ami biztos valami kis furcsaság azért ebben lehet. De hogy azt szoktam látni, hogy rácsodálkoznak, és hogy ez nekik ez nagy dolog. Igen. És hogy utána a koncert után odajönnek, autogramot kérnek, fotózkodnak, tehát ugye ez egy nagyon jó kis emlék is nekik. És akkor innentől kezdve valószínűleg a meséket is egy picit másképp fogják nézni, mert már lesz mögötte. Igen, de egy arc, aki ezt hozzá tudják. Ez biztos, igen, hogy így van, mert ugye nekem is van Tomival egy ilyen élményem, hogy a Szarvasi Vízi Színházba feléptünk együtt, és akkor futott a Szulejmán sorozat hatalmas sikerrel, és ugye a Tomi az egyik főszereplőnek adta a hangját, és akkor mondtam, hogy is a Pál Tamás kollégám, akiről hadd mondjam, mert ugye most futó Szulejmán sorozatban, nem tudom melyik basának, vagy kinek voltál. Rüsztem a basának voltam. Igen, igen, igen. Ugye, és felhördült. És így felhördült. Ez egy nagyon népszerű sorozat volt, akkor nyilván. És először, hogy a Tomi is így rögött egyet, így mosolygott, hogy mondom, milyen jó ez, hogy tényleg egyébként, hogy az arcotok, és szerintem egyébként nagyon fontos, mert az, amit ti ott a szinkron stúdióban a hangotokkal adtok hozzá, azért az mégis ahhoz nagyon színvonalasnak kell lennie, és nagyon eredményes művészi munkának kell legyen, hogy ennyire megmaradjon az emberekbe. Úgyhogy szerintem egy kicsit nagykövete is vagytok ennek, hogy az, akit nem látnak, annak a művésznek az arcát megmutassátok egy országnak. Kettős dolog ez valahol egy picit, mert én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván akkor végezzük jól a dolgunkat, ha elbújunk a karakter mögött, tehát hogy ugye kiegészítjük az ő képi megjelenését a magyar hangunkkal. Nyilván maga a szinkron is egy zárt ajtók mögött folyó művészi munka, tehát ellentétben a színházzal, ugye a néző nem lát minket így munka közben, a kész végeredményt kapja. Ugyanakkor azért mégis jó leső érzés az, hogyha mondjuk azért ezt az ember úgy csinálja, hogy mégis egy picit talán ki tud kacsintani, kicsit mégiscsak felismerhetővé tud válni, vagy legalábbis van egy, hogy is mondjam, egy olyan minőség már az ő munkájában, amitől egyébként a néző bekapcsolja, hogy ja igen, tényleg ez a Niki hangja, ja tényleg ez a Tomi. Egyébként hát, én magam megvan. Is tényleg nálunk a Tomi is családtag, hiszen ugye mindig, amikor nézzük a tematikus csatornákat, folyamatosan ahova kapcsolom, ott szólal meg a Pál Tomi, úgyhogy mondtam a Tominak, hogy Tomi, te már velünk élsz. Tehát én mondtam, hogy ez is a Tomi. Egyébként szokott olyan lenni, hogy például azt mondják neked, hogy úristen, hát rajtad nőttem fel, hát én azért lettem énekesnő vagy színésznő, mert az Elzát agyon hallgattam. Nem is tudod, hogy milyen sokan keresnek meg ezt, pont tegnap is voltam Székesfehérváron énekelni, és két felnőtt színésznő jött oda hozzám, hogy úristen, te vagy az, hogy csak egy kicsit énekelnél, kicsit. Na figyelj, gyertek be a próbára, mert mondom, természetesen fogom énekelni ezt a dalt. Úristen, de mondom, figyelj, hány évesek vagytok? Szia, hát én olyan 40, én olyan 30 körül, és hogy elképesztő, hogy egyébként tényleg ugye, most már 11 évvel ezelőtt volt ennek a mesének a bemutatója, hogy gyakorlatilag felnőtt
egy nemzedék, vagy igen, talán több is, tehát hogy azok, akik akkor gyerekek voltak, vagy ilyen kis tinik voltak, akiket még talán ez elért, azok ma már felnőtt, igen, érett emberek. Igen. És nagyon érdekes, hogy például apukák is éneklik, mert nyilván rongyosra hallgatják a gyerekek miatt ők is, ha akarják, ha nem. Aha. Van olyan ismerősöm, aki azt, hogy minden este ezzel fekszik a kislány, ez erre alszik el, vagy ezzel kell, vagy ezzel nyugtatja magát, szóval, hogy sok levelet is kapok egyébként, hogy milyen sokat jelent, hogy az én hangommal. De egyébként abban a videóklipben is benne vagy, nem, ahol a Legyen Hóból van egy ilyen 25 ország, egy 25 igen, ország ének színésznője, hogy énekli a saját nyelvén. Igen, igen, tudom, igen, meg azt hiszem, hogy CD-n is kiadták egyébként. És ami akkor azért már ritkaság, tegyük hozzá, igen, mert a Disney egy idő után azért leszokott arról, hogy komplett lemezeket. Hát azért az én tini koromban nekem még voltak kazettáim, például a Macskarisztokraták, és akkor magyar nyelvű, igen, dalok voltak rajta, vagy a Kishableányból, stb. Stb. Aztán ezt egy idő után leszoktak erről, és akkor az egy nagy szó, hogyha egyébként magyar nyelven még megjelentetik. De szerintem amikor, nem tudom te, hogy voltál vele, de amikor ezt csináltuk, 12-ben jelent meg, azt hiszem. 12. Nem, mert 13-ban már a Nati meg volt, a kislányom, nyáron született, és ez novemberben, valamikor ősszel volt, igen, hogy a karácsonyra jött ki talán a mese. De hogy a lényeg, amikor csinál, én legalábbis, ahogy visszaemlékszem, egyáltalán nem tűnt, hogy ez ekkora durranás lesz. Tehát, nem, hogy az senki nem számított rá szerintem, tehát ez egy volt a sok közül. Csináltunk már előtte is többet, hasonlókat, és az ember akkor még egy kicsit, én már így le is nyugodtam, mert volt egy ilyen hatalmas nagy álma, hogy nagy egész estés Disneyben szinkronizálni. Ez meg volt a Hercegnő és a BK-val 2009-ben. Úgyhogy mire a Jégvarázs jött, addigra már én is úgy voltam bele, hogy azért, hogy nem az a iszonyat izgalom, hogy úristen, most egy nagy moziba szinkronizálok, ami Disney, hanem addigra már az ember. Az és megcsináltuk, és jó Isten se tudta, hogy ebből, igen, ekkora hype lesz. De te vagy a Szépség és a Szörnyeteknek a mozifilm változatában is, ugye, te vagy a hang. Igen, a Szörnyetek hangja, te vagy, igen, a Szörnyetek. Egyébként neked szokott az lenni, hiszen ugye azért... Te tényleg naponta szinkronizálsz, legyen a sorozat, vagy bármilyen tematikus csatornán, szokott az lenni, hogy valahol kérsz valamit, egy kávét, vagy beszélgetsz valahol, és megszólítanak, hogy úristen, de ismerős a hangod. Hát azt elég sokszor megkapom, hogy jó, ez a hang, beszélj még. Van ilyen, igen. De nem, de ez milyen jó, nem? Ez milyen jó udvarlás, beszélj még. Igen. Hát a nőknek szokták azt mondani, hogy ne beszélj többet. Nekem meg azt szokták mondani, hogy beszélj. Tudod, mit mondott a kislányom? Most megpróbálom pontosan idézni, de azt mondta, hogy a Pál Tomi olyan, mint a... hogy olyan, mint Kautsky Armand, csak Disneybe, vagy nem tudom. Csak, tehát, Disney. Csak hogy a Kautsky Armandhoz hasonlított, hogy is egy olyan ikonikus, olyan karakteres, olyan különleges hangszín, amit ezer közül is felismersz, úgyhogy... Egyébként tényleg Isten adta adottsága van arra, hogy ez a melegbarna hangon, igen, és hogy ilyen szépen halkan, egyébként tényleg van egy nagy mozifilmekben is, amikor, de egyébként nem mindig a saját hangodon beszélsz, mert ugye gondolom valamikor karakter szerint el kell változtatni, és, igen, nézek egy mozifilmet, mondjuk magyarul, és aztán ugye végén esik rá, hogy de ez a Tomi volt. De ez a Tomi volt. Egyébként hányfajta hangot szoktak tőled kérni? Hát nincs vannak igazából ilyen szám. Én mindig meghallgatom az eredetit, ugye a felvétel során a fejünkön fejhallgató van, amiben még az eredeti hang megy, kvázi egy vezérhang, ami segít az eligazodásban, és azért, hogyha az ott nagyon, nagyon elváltoztatja, nem elváltoztatja, csak én megpróbálok egy picit utána menni az ő stílusának. Tehát engem például elég sokszor hívnak afroamerikai karakterre. Gondolom a mély hangod miatt. Valahogy ez így kialakult így a magyar szinkronban, már nem most, hanem elég régóta, hogy kis kivételtől eltekintve általában az ilyen sötétebb hangszínű embereket társítják hiszen azért nálunk túl sok afroamerikai színész nincsen, Kálid Artúron kívül, aki... Igen, egyébként, de egyébként meg nem is látják az arcodat, mert de hiszen hát a hangodat... Azt azért áruljuk már el a nézőknek, hogy azért ugye ezeknek a filmeknek, ezeknek a rajzfilmeknek ugye azért nem szinkronizálhatja akárki, vagy nem adhatja az énekhangját, mert ha jól tudom, ki szokták ugye küldeni Amerikába a hanganyagot, és kint választják ki, hogy melyik színész szinkronizálhatja le, még akár a mellékszerepet is. Igen, ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
a megfelelő, számukra megfelelő hangkaraktert tudják párosítani különböző országokban a szereplőkhöz. Úgyhogy ezt egy nagyon hosszadalmas casting előzi meg. Tehát, hogy több színésznőnek a hangját kiküldik, és akkor azt mondják, Füredi Nikolettet, vagy Pál Tamást. Nem számít, hogy itthon mondjuk ki az, aki ismertebb, vagy híresebb, hanem nekik az a fontos, hogy az a hang az hasonlítson az eredetihez. De akkor meghallgatjátok, hogy ki az, akit interpretálni kell, tehát körülbelül milyen hangszint kell interpretálnotok nektek is. Ezt kapunk egy kis részletet az eredetiből, és akkor azt kell... Általában úgy vágják össze, van 3-4 jelenetből akár pár mondatot összevágnak, ahol mondjuk különböző stílusban beszél, tehát halkan kiabál, érzelmes, nem tudom, ilyen, olyan, amolyan, hogy nyilván többféle tudjál benne megmutatni, és akkor ezt kiküldik, bemondod az elejére, hogy tudom én, Pál Tamás Hans, és akkor ők ez alapján beazonosítják odakint, hogy ja, akkor ezt a színészt kell majd erre a karakterre, otthon kihívni, dolgozni. De hát ilyenkor eltelik azért, megcsináljuk, van, hogy tényleg beesik az ajtón a hívás, hogy figyelj, még a héten meg kéne csinálni, ez most jött, SOS-be ki kell küldeni, van, hogy egy héten belül megvan a válasz, és tényleg volt. Pont a Jégvarázs, azt tudom, hogy itt elég hosszú casting folyamat volt mire kiválasztották a hangokat. Aztán az is érdekes, hogy például ugye Idina Menzel az eredeti hangja a Jégvarázsba Elzának, és aztán volt olyan zenés film, a Bűvály 2 szerintem, amiben az Idina Menzel maga szerepelt és énekelt, és arra viszont meg már nem castingoltak, hanem tudták, hogy mivel én voltam a hangja a Jégvarázsba, ezért automatikusan én lettem több filmben is az ő hangja, akár mesefigura, vagy akár élő szereplős. De ez nagyon jó, ez egy megtiszteltetés. Igen, abszolút. Ez egy hatalmas musical sztár, tényleg. Igen. Egyébként ugye azt el kell mondani rólatok, hogy nem együtt dolgoztok, hanem mind a ketten ugye különböző színházakban dolgoztok, és különböző helyeken töltitek a napjátokat, hogy sikerül akkor összehozni mondjuk egy-egy fellépést, hiszen most azért eléggé felkaptak benneteket, és hogy mondjam, nagyon, nagyon megszerették ezt a típusú műsort, amit ti interpretáltok. Hát szoros kapcsolatban vagyunk, napi kapcsolatban szinte egy. Csak egy telefonon keresztül, igen. Igen, mert az Operett Színházban játszó, ugye Tomi a Veresegy Színházban, illetve rengeteget szinkronizál, fellép, és akkor ezeket azért áruljuk el a nézőknek, hogy azért mennyi egyeztetésbe kerül mondjuk egy fellépés összehozatala. Tehát, hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog. Nem, valóban hát nem. Főleg jó pár telefon. Jó pár telefon, messenger üzenet, mindenféle egyéb módon. Akkor én szoktam javasolni Anikinek, vagy őt kérem, hogy figyelj, ha amúgy is benn vagy az operetben, akkor én beszaladok hozzá, nézzük már össze azt a két dalt, mert ott Nikit biztosít, kiárja, biztosít próbatermet, hogy tudjunk hol, de a múltkor például az autóba ültünk be, és akkor összedaloltuk még a két, hát már ismertük a dalt, csak ugye eltelt egy hosszabb idő az előző fellépés óta, és akkor gyorsan felfrissítettük egy picit, igen. Kicsit beszéljünk arról, hogy hol láthat benneteket a közönség mostanában, melyik kötők tudja esetleg, hogy a Disney slágerekkel hol találkozhat. Most legközelebb május 25-én Szigethalmon, és május 26-án Gyulára megyünk, úgyhogy eddig még itt Újpesten voltunk, karácsonykor és most elsőjén is, pont Újpesten léptünk föl, és hát most elindulunk, és legközelebb így. Országos hódító turnéjára indul ez az egész. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, remélem egy kicsit a nézőket közelebb hozhattuk ehhez az egész műsorhoz, meg az, hogy egy kicsit talán bepillanthattak abban, hogy egyébként ezek mögött a figurák mögött kik találhatóak, és milyen is a szinkronizálás világa. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok köszönjük nektek. Köszönjük szépen. Kedves nézőnk, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!